Jó ütemben halad a távfűtési vezeték építése a Szegfi utca, István és Hunyadi utca közötti szakaszán. Jó hír az autósoknak, hogy megszűnt az István utca lezárása és a Géza utcán is biztosított a közlekedés. A munkálatok jelenleg a közúti forgalom akadályozása nélkül a Szegfi utca mellett lévő kiserdőben zajlanak a zöld terület felbontásával. Elkezdődtek a Csárda utca építési munkálatai Borbányán, ahol az ott élők régi kívánsága teljesül azzal, hogy földútból épül aszfaltos út. A következő héten a Rövid és a Tó utcában, a Kertvárosban szegélybontással kezdődnek meg az útépítési munkálatok. Sóstógyógyfürdőn a Zsuzsanna utcában is megkezdik az átépítési munkákat. Sóstóhegyen a Templom és a Magyaró utcákban az útépítéshez szükséges munkaterület előkészítése kezdődik meg. A Sóstói út Szindbád sétány szakaszon az útfelújítás jelenlegi munkafázisban a patkaépítés zajlik. Az arra közlekedőknek lokális útlezárásokra kell számítaniuk forgalomirányítás mellett. Jó ütemben halad a Csiha-Kálmán utcában az útpálya szerkezet építése, ami a teljes nyomvonalat érinti. A Korányi Frigyesi és Eperjes utcán továbbra is folyamatban van a járdaburkolat felújítása. A bontás építés szegélycserék miatt a gyalogos forgalom korlátozására lehet számítani. A kialakított ideiglenes buszmegálló jól megközelíthető. Folyamatban van a Pazonyi úti kerékpárút felújítása, továbbra is a humuszalási munkálatok és a patkanyesés munkafázisa zajlik. Horoson befejeződött a platán és tujafa közben a homokos kavics fagyvédő réteg kialakítása és az útszegély építése. A Füzes utcában folyamatban van a meglévő zúzott köves út bontása és az útburkolat alapépítése ideiglenes forgalomkorlátozás mellett. A Platán és Tiszafa utcákban a szegélyépítése zajlik, az Ezüstfeny utcában már a pályaszerkezetet építik lokális forgalomkorlátozás mellett. A munkák idején kérik a gyalogosok és a járművezetők megértését, fokozott figyelmét, és hogy ne megszokásból közlekedjenek.